közös összefogás, Luffy a kezekben, mindenki és minden kékben ragyog, itt Székesfehérvár belvárosában is. Április 2-a ugyanis az autizmus világnapja. Ezen a napon rengetegen gyűltek össze, itt Székesfehérváron az Országalmánál, hogy elindulhasson a kék séta. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, tartsanak velünk! Törjük át együtt az autizmus korlátait, így csatlakoztak a világnaphoz a városban tanuló diákok, szervezetek, alapítványok, oktatási intézmények, civilek. Az Arany János iskola képviseletében jöttünk, 64 autizmussal élő tanuló van a budai úti telephelyen, és minden gyerekkel kijöttünk, hogy megmutassuk magunkat, felhívni a társadalom figyelmét, hogy egyre többen vagyunk, és egyre nagyobb figyelmet szeretnénk igényelni mindenkitől. Miért lehet az fontos, hogy itt egyaránt gyerekek és felnőttek is megjelennek ezen a programon április 2-án? Mit képviselhet egy ilyen nap? Az összetartozást és azt, hogy előbb-utóbb minden gyermek felnő, és attól, hogy felnő, attól még ugyanolyan autizmussal élő marad, és ugyanúgy segítségre van szüksége. A Székesfehérvári esélykör, a fogyatékosügyi szervezetek hálózata képviseletében jöttünk ki, és minden világnapot szeretünk megünnepelni az érintett emberekkel együtt. Így a fogyatékosok világnapján, az autista világnapon mindig jelen vagyunk, mert ezek a figyelemfelkeltő rendezvények azt gondoljuk, hogy nagyban elősegítik a társadalmi szemléletváltást és az elfogadást. Mennyire lehet fontos az, hogy olyan közösségeket találjunk, esetleg itt a városon belül is, akiket befogadó közösségnek nevezhetünk esetleg? Hát ezen dolgozunk folyamatosan, hogy érzékenyítjük egyrészt a fogyatékossággal élő embereket is a többségi társadalom felé, és a többségi társadalmat is a legkülönbözőbb eszközökkel. Ezek lehetnek persze komoly tréningek, szakmai programok, de akár kulturális események, rendezvények, ahol próbáljuk elősegíteni az akadálymentes részvételét a hátrányos helyzetű embereknek. Több száz ember érkezett az Országalmától induló sétára, kékben ragyogott Székesfehérvár belvárosa kedden délután. Az autizmus világnapja alkalmából idén is ehhez kapcsolódó programmal készült a város, csatlakozva a nemzetközi kezdeményezéshez. Az ENSZ jelölte ki az autizmus világnapjának április 2-át, és így a világon minden országban, ahol ezt fontosnak tartják a világnaphoz programokat szervezni, így Magyarországon is ezen a napon gyűlnek össze szakemberek, szülők, gyerekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel, hogy megjelenítsék az autizmussal élő emberek jelenlétét itt a helyi közösségekben. Pontosan mire is hívja fel ez a nap a mi figyelmünket? Tulajdonképpen az érintett lakosság, teljesen mindegy, hogy gyerekekről beszélünk, vagy fiatalokról, vagy felnőttekről, az autizmus előfordulási gyakorisága több mint 1%, tehát sokan vannak közöttünk, óvodáskorúak, általános iskoláskorúak, középiskoláskorúak, és értelemszerűen az életkor előrehaladtával a munkahelyeken is ott vannak, akár védett támogatott foglalkoztatás keretében, akár a nyílt munkaerőpiacon, de az a fontos, hogy bármilyen életkorban is van egy autizmussal élő ember és az ő családja, valamilyen fokban mindig szakember segítségét igényli. Most itt ezen a sétán egészségügyben, köznevelésben, szociális területen dolgozó kollégák és természetesen a gyerekek, fiatalok és a szülők együtt sétálnak. Nagyon fontos ez a program, de milyen programjai vannak tulajdonképpen a mai napnak? Hát itt most már láthatjuk, hogy mondhatom, hogy több száz emberi. Valójában délelőtt általános iskolában egy kortárs érzékenyítő programmal kezdődött a nap, amit az Autisták Országos Szövetsége támogatásával valósítottunk meg, és ez a hagyományos kék séta veszi most kezdetét. Aki esetleg több információt szeretne tudni, hol teheti meg, hogy érdeklődik, esetleg még erről egy pár mondat? Akinek több információra van szüksége, az az Autisták Országos Szövetsége honlapján, a helyi székesfehérvári információs pont, az ausinfo.pont elérhetőségén teheti meg, a honlapon minden elérhető. Az eseményre ismét rengetegen látogattak ki a figyelemfelhívás céljából. Szerintem fontos, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy az autisták is ugyanúgy emberek, és ugyanolyan értékesek, mint minden más ember.
Nálatok van-e a családban esetleg autizmussal küzdő személy? Ha nincs, akkor miért tartott fontos? Nincsen, viszont kisgyermeknevelőként tanulok, szóval minden nap találkozok gyermekekkel, és fontos, hogy minél előbb észrevegyük az autizmus jeleit és a korai fejlesztést. Van, aki arról mesélt nekünk, hogy családjában is van autizmussal élő ember, Bettina nővére nem súlyos fogyatékossággal él. Vannak enyhén zavarai, mint például az, hogy a lakásban futkároz, de nagyon-nagyon okos, és segítőkész. A kék séta védnöke Spányi Antal megyés püspök volt, aki szerint fontos beszélni az autizmusról és a befogadó közösségekről. Hogy itt vagyunk, és nézzük az egybegyűlt sok-sok embert, látjuk, hogy mennyire sokfélék vagyunk, mennyire különbözünk egymástól, és mégis összetört bennünket, összeköt bennünket valami, ami túl van azon, amit a szemmel lát az ember, valami, amit igazán a szívével tud az ember jól látni. Sok millió ember él a Földön autizmussal, valami hasonlóval, valamivel, amit gyűjtő fogalomként a világembere, a mindennapok embere autizmusnak hív. Fontos, hogy őket ne csodálkozva nézzük. Ne úgy nézzünk rájuk, mint valami olyan jelenségre, amelyen rá kell csodálkozni, nem tudjuk megérteni, nem tudjuk, hogy mit, honnan jöttek, miért ilyenek, hanem megértésen, szeretettel tudjuk őket segíteni. Hogyha bennünk megvan ez a megértés, ha rájuk nézve megértjük, hogy ez az ember egy értékes ember, de bizonyos dolgokra másképp reagál, bizonyos dolgokat máshogy dolgoz fel, mint ahogy mi, bizonyos dolgok máshogy érintik az ő szívét, lelkét, mint hogy a miénket megérinti. Ha ezt tudjuk, akkor nem csak nyitottak tudunk lenni feléjük, hanem igazán befogadóak tudunk lenni, igazán szeretettel tudunk feléjük lenni, megtaláljuk mindazt a közöset, ami összefűz bennünket, ami messze mélyebben van, mint amit a felszínen az ember első pillantásra meglát, ami lent az emberben van, és ezek az emberek mind-mind értékesek. Ezek az emberek mind-mind értékeket hordoznak, amelyel képesek a mi életünket is igazán gazdagítani. Én azt remélem, hogy ez a ma délutáni alkalom is egy fölhívás arra, egy lehetőség a világnak, hogy erre rádöbbenjen, és egymás szeretetében egymást gazdagítsuk, egymás szeretetében egymás életét tudjuk könnyebbé tenni. Talán az így zajló, hamarosan zajló eseménynek az is lehet a mondani valója, hogy még többet beszéljünk ennek a dolognak a fontosságáról, hiszen így jobban megismerhetjük ezeket az embereket is. Igen, azt hiszem, hogy sok dologról nagyon sokat beszélünk, pedig talán sokkal kevesebbet kellene beszélni róla. Néhány dologról pedig keveset beszélünk, pedig igazán sokat kellene róla szólni. Ez a dolog olyan, amit nagyon mélyen kell megismerni, amivel az embernek meg kell tanulnia együtt élni, amelyhez az életével kell valahogyan közeledni. Szívből hiszem, hogy ez egy ilyen alkalom lesz. Püspök atya ugye a sétának, a kék sétának tulajdonképpen a védnöke. Mit üzen ezzel kapcsolatban azoknak, akik esetleg nincsenek itt, és hát mindnyájunknak, civileknek, azoknak, akik itt részt vesznek? Nagy öröm számomra, hogy engem fölkértek ennek a sétának, ennek a rendezvénynek a védnökségére, amit örömmel vállaltam. Fontosnak érzem, hogy ismerjük, legyenek tiszta, világos fogalmaink, legyen biztos tudásunk azokról az emberekről, akikről azt mondjuk, hogy autisták. Tudjuk őket úgy befogadni a magunk szeretetébe, hogy kitárjuk a mi szívünket. Nem valami jót teszünk feléjük, hanem azt tesszük, ami a kötelességünk, azt tesszük, ami az emberségünkből kell, hogy fakadjon. És hogyha ezt megtesszük, akik itt vannak velünk együtt ma, vagy akik csak a televízión látnak majd bennünket, de egy pillanatra elgondolkoznak rajta, hogy mi is lehetnénk éppen az ő helyükben. Hogyha ezt az emberek megértik, akkor úgy gondolom, hogy ez a világ egy kicsit jobb hely lesz az életre, és igazán jobb hely lesz, mert benne több lesz a szeretet, a megértés, annak az elfogadása, amit nem mi magunk választottunk, hanem amelyet az élettől kaptunk, amelyet az Istentől kaptunk, amelyet az Isten ad nekünk erőt és segítséget is. A városban már hagyomány, hogy minden év április 2-án az autizmus jelentőségére hívják fel a figyelmet. Szép hagyomány már az, hogy
az autizmussal élők világnapján itt Székesfehérváron ezzel a rendezvényel is csatlakozunk ehhez a világnaphoz. Kék lufikkal, kékbe öltözve kifejezzük a szolidaritásunkat, azt, hogy egy közösséghez tartozunk, és dolgunk egymásra odafigyelni, egymásnak segíteni, egymásra gondoskodni, és hát aki élt, vagy adott esetben találkozott, eltöltött egy-egy programot ilyen fiatalok vagy idősebbek között, tudja, hogy feledhetetlen az a szeretet, amit ők át tudnak adni, azért, mert őszinték, és érzik azt, hogyha valaki őszintén közelítik meg őket, akkor ők ezt vissza is adják számukra. Nem elfelejtve, hogy fontos intézmények, civil szervezetek segítik őket, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezeket az intézményeket fenntartsuk, a civil szervezeteket pedig támogassuk. 2007. december 18-án az ENSZ határozata jelölte ki április 2-át az autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra. Az ENSZ határozat kéri a tagállamokat, hogy tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék a társadalmaikban. Az autizmus olyan állapot, mely eltérő fejlődéshez vezet. Azok, akik ezzel küzdenek, az agyuk másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat. Ez az eltérő fejlődés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg nem elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet ingereit. Ez az eltérő működés ráadásul megnehezíti a társas kapcsolataikat is. Egy autista embernek problémát jelent megérteni a közösség írott és íratlan szabályait. Nehezen olvasnak gesztusokból, mimikából, és gyakran nem értik a hasonlatokat, szófordulatokat. Az autizmus pontos oka még nem ismert, de szakemberek szerint a genetikai és környezeti hatások kombinációja okozza. A tudomány pillanatnyi állása szerint nem gyógyítható, létezik azonban sokféle fejlesztési mód, amivel az autista emberek élete megkönnyíthető, képességeik pedig fejleszthetőek. Nagy a világ, az égi ég, hogy van ez a föld, ami kezünkre tér, ki nevet a nap, s sugarra lát, hogy azon nem pályát, a deszkapa rám, és a fél, és a nyám, és a prát, az a gáz, és a kert, és a nyám, és a ház van a sár, de én, ugye szép, soha nem szabadul. Gyere, mondd, hogy a jó, mi vagyunk. Hé! Hé! Hó! Hé! Hé! Kedves nézőink, bízom abban, hogy hasznos és érdekes információkkal, de mindenek előtt fontos információkkal informáltuk Önöket itt az Esti Mérlegben az Autizmus Világnapján április 2-án. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!